Az a hiedelem, hogy a C-vitamin vesekövet okoz, jó példája annak, hogy milyen dolgokkal szédíti az embereket a gyógyszermafia propagandagépezete. A C-vitamin nem okoz vesekövet. Ezt könnyű belátni. Emberek tömegei fogyasztanak a gyógyszermafia által nagy adagnak titulált mennyiségű C-vitamint. Ha a riogatás igaz lenne akkor millió számra lennének körülöttünk olyan emberek, akiknek ettől vesekövük lett. Ön ismer olyan embert, akár csak egyetlen egyet is, akinél bizonyított módon ez a helyzet? Ugye nem? Ha az állítás igaz lenne, akkor az orvosi szakirodalomban rengeteg olyan tudományos közlemény lenne, amely az ilyen, veseköves eseteket elemzi. Nincsenek ilyen orvosi tudományos közlemények. Az állatok túlnyomó többsége a saját testében állítja elő a C-vitamint, ráadásul a gyógyszermafia által manipulált közgondolkodás szerint nagy mennyiségben. A kutya és macska félék egy 70 kg-os ember testsúlyára átszámítva naponta 3-4 ezer milligramnyi, azaz 3-4 gramnyi mennyiséget termelnek. A nyúl 13-14 ezer milligramnyi, azaz 13-14 gramnyi mennyiséget állít elő. A kecske meg sem áll addig, amíg el nem éri a 15 ezer milligrammos, azaz 15 grammos mennyiséget. Ha a gyógyszermafia által terjesztett legenda igaz lenne, akkor a kecskék hosszú sorokban üldögélnének a rendelőintézetek folyosóin az urológusra várva. A melegvérű állatok napi C-vitamin igénye 1 kg tessúlyra vetítve 40-200 mg-nyi mennyiség tájékán mozog. Ennyit termelnek Saját maguk számára. Vegyük a legalacsonyabban 40 mg-os mennyiséget. Ezzel kalkulálva egy 50 kg-os hölgy mindennapi C-vitamin igénye nem lehet kevesebb, mint 50 x 40, azaz 2000 mg, 2 g. Ez a minimálisan szükséges mennyiség. A C-vitamin elégtelen mennyisége sok egyéb ártalom mellett, gyenge és sérülékeny eredményez. Ez az érelmeszesedés, a szívinfarktus és hasonló állapotok fő oka. Akkor is, ha a gyógyszermafia igyekszik eltitkolni előlünk ezt. A Cenzúrázott Egészség című könyvemből többet is megtudhat erről. Szent Györgyi Albert professzor aki többek között a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaért kapta meg az orvosi Nobel-díjat, eleinte úgy vélte, hogy napi 1000 mg, azaz 1 g, elegendő lehet az egészség fenntartásához. Később, amikor 84 éves korában tüdőgyulladást kapott, és nem tudott kilábalni belőle, a napi adagját megemelte 8000 mg-ra, azaz 8 g és rövid idő alatt felépült nem véletlenül jelentette ki, hogy a C-vitamin olyan alapvető tápanyag, olyan alapvető élelmiszer, amelyet az élelmiszerboltokban kellene forgalmazni kilogrammos kiszerelésben. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a nagy tudósnak sem volt veseköve. Javaslom, hogy tudjon meg többet a gyógyszermaffia egészségellenes mesterkedéseiről ha elfogad tőlem tanácsot, akkor olvass el a cenzúrázott egészség és a helyszíni tudósítás a vitaminellenes háborúból című könyveimet. A családja, a szerettei és ön is többet érdemelnek annál, mint hogy a gyógyszermafia által üzemeltetett betegségi par futószalagján ülve az egészségromlás irányába haladjanak.